Egy újabb, mini kondiparkkal gazdagodott Nyíregyháza. Ez a többfunkciós gép a Móricz Zsigmond általános iskola udvarán kapott helyet, ahol biztonságosan sportolhatnak majd akár a tanórák keretein belül is a diákok. Az ünnepélyes átadáson Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár kiemelte, fiatal korban kell elkezdeni nevelni a gyerekeket a sportra és az egészséges életmódra. Országszerte fejlődnek és újulnak meg a sportlétesítményeink. Ugye Nyíregyházán 18 ilyen kondipark már épült, de ez is mutatja azt, hogy az általános iskolákban is igenis helye van annak, hogy szünetben, délutáni foglalkozások keretében, vagy akár testnevelés órák keretében is ki lehet menni, hiszen ezek a létesítmények teljesen sérülésmentesek, úgyhogy azt tudják adni és nyújtani, hogy biztonságosan tudják használni a gyerekek. A kondipark nem az első nagyobb beruházása az iskolának. Az elmúlt időszakban számos támogatás segítségével fejlesztették eszközeiket és a tornatermet. Az eszközállományunk, ami a sportra nevelést, a testi nevelést, a mindennapos testnevelést szolgálja, az utóbbi időben folyamatos fejlődésen ment keresztül. A tornatermünk egy bő évvel ezelőtt 20 millió forintból újulhatott meg. Szakági támogatásokat is kaptunk az atlétika, a röplabda területén 500-500 ezer forintos összegű eszközzel bővült az iskola szertára. És a mai nap rendkívül fontos számunkra, egy mini kondiparkot adhatunk át, ami szülői összefogással, a Nebuló Alapítvány támogatásával valósult meg. Az iskola tanulói kiemelkedő sportteljesítményt nyújtanak a versenyeken, ezért a szülők összefogásával és a Nebuló Alapítvány segítségével megvásárolták, valamint felállították az új kondiparkot. Ez tovább segítheti majd az iskola sportéletét. Ez a több mint 1 millió forint összegű kondipark kialakítása azért volt fontos a Nebuló Alapítványnak, mivel minden évben az alapítvány a céljai érdekében egy kiemelt feladatot tűz ki célul, és ennek érdekében a szülők segítségével valósítja ezt meg az 1%-os adójuk felajánlásával, illetőleg bálon történő támogatásoknak az összegéből. És ez a cél, hogy egy sportlétesítmény, újabb sporteszköz kerüljön az iskola udvarán felállításra, ez abszolút beleillik az alapítvány céljai közé. Az eseményen bejelentették, az iskola tovább halad a fejlesztésekkel. Az új cél, hogy a tornaterem speciális gumiborítást kapjon 3 millió forintból.